Ebben az autóban egy komplet felszerelés van, mint egy rohamonitorban. Jó, felhúzni a piroskart. Takto vybavený motocykel má bez kompletnej výbavy, čiže iba hola motor, tak 270 kg. Tudod, hogy hokat szoktunk hívni segítséget. Csak nagyon nagy beteg van, akik egyre többen vannak. Ez már ijesztő. Jó, kezeket össze. Legutóbb a Marcel-házi riasztás miatt nem tudtuk befejezni a mentőautómustrát, most ezt pótoljuk. A defibrillátortól és a motoros váladékszívótól kezdve az EKG monitoron és a gerinchordágyon át a vénakanülökig rengeteg minden van egy mentőautóban, és persze tablettás és injekciós gyógyszerekből sincs hiány. Ezek a leggyakrabban használt varázsszerek? Igen, azok meg találhatók ott is, és ugyanúgy megtalálhatók a táskában is. Mi az, ami úgy általában minden nap kell egyszer-kétszer? Vérnyomásra gyógyszer. Mi az, amire nincs felszerelve ez a kocsi például? Ami... Lélegeztetőgép. Az például... Ha beteg nem lélegzi magától és rá kell kötni gépre, az ebben nincsen. Az csak orvosos mentőben van. Lélegeztetőgépet ugyanis csak orvos használhat. Az úgynevezett orvosos mentőben ilyen korszerű elektromos hordágy is van. A hagyományos mechanikus változat talán kicsit kényelmetlenebb, de gyorsabban üzembe lehet helyezni. Hamran Tibornak mindössze 10 másodperc kellett hozzá. És ha lépcsőre kell fölmenni, akkor mit lépcsőre tenni? Lépcsőre nem használjuk. Lépcsőre, hogyha fel kell fekve kell lehozni a beteget, akkor van rá külön egy ilyen transport lepedőnk, amivel le van hozva. Ez itt oldalt található mentőbe. Egyszer van lehozva a beteg a emeletről. Ennek hány kiló a bírása? 170. És a mentősöknek hány kiló a bírásuk? Amennyi muszáj. Ha nem, akkor tűzoltókat szoktunk hívni segítségül. Ha nagyon nagy beteg van, akik egyre többen vannak. Túlsúlyos betegek. A komáromi mentősök ezután rávettek, hogy bámészkodás és kérdezősködés helyett próbáljam ki a hordágyat. Persze nem a könnyen kezelhető és kényelmes elektromost. Semmelni, hogy vízszintesen legyen a beteg. Kívódik a kerék, de mindig biztosítjuk, hogy nehogy leessen a hordágy. Túlélte volna a beteg? Túlélte volna. Szuper. És akkor visszafelé? Visszafelé. Megkérünk egy beteget? Nehéz. Katalin vállalja? Piros kart még húzni, és lassan megy. Jó, elengedj. Piros kart. Úgy. Megint a piros kart föl. Nem kell akar. Meg kell elvenni a hordát. Jó. Lehúzni a piros kart. Úgy, és lakulni befelé. Ez a manőver így elsőre legalább olyan nehéz volt, mint amilyennek látszik. Azt is a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a hordágyon feküdni meglehetősen kiszolgáltatott érzés. Becskapcsolja? Azt nem. Kapaszkodok. Ez már ijesztő. Jó, kezeket össze. Álbetegként Fábik Katalin mentőtisztet és engem sem rögzítettek a hordágyhoz, a valódi páciensek azonban ezt a saját biztonságuk érdekében nem kerülhetik el. A mentősök munkáját számos kütyű segíti, a legfontosabb az AVL rendszer, amely összeköti őket a diszpécser központtal. Hát itt rajta van, hogy mikor kaptuk az értesítést, hogy milyen időben, mikor vettük fel a értesítést, mikor indultunk el, mikor voltunk címen, és a többi időt, amikor leadod a kórházba, az felszabadul a mentő, és befejezed, mikor megjössz ide címre, és akkor be van fejezve a kiszállás. Ráklikkelsz, és akkor tudsz navigálni, és akkor oda navigál a útra minket. Persze az sem mindegy, ki és mivel kell útra. A Zamed mentősei a klasszikus rohamkocsi mellett ezt az összkerék meghajtású elektromos gépkocsit is használják, amellyel az orvos még a mentőautó előtt a helyszínre érhet. Ebben az autóban egy komplet felszerelés van, mint egy rohammentőben. Csak a szék nincs benne, meg a hordágy. Benne van az egész EKG, defibrillátorral együtt van benne, lélegeztetőgép, hűtőszekrénnyel be, akkor injektomat, gyermektáska, oxigén. Igen, az egész áramra működik, tehát külön töltő van. A gépekre azok örökké fel vannak töltve, és örökké töltve vannak.
autó, mert mindjárt, hogy visszajön, akkor visszamegy a töltőre, és egy bizonyos értékre fel van töltve autó. A komáromi mentősök azonban arra a mentőmotorra a legbüszkébbek, amelyikből az egész országban csak ez az egy darab létezik, és amelyet egyelőre próbaüzemben használnak. Tudom, hogy még csak próbaidős, de milyen gyakran használják ezt a motort? Milyen gyakran? Ahogyan van idő. Minden nap? Nem minden nap. Výhodou motocykla je časový benefit, čiže motocykel dokáže byť v priemere od 2 do 6 minút skôr pri pacientovi ako štandardná sanitka. Jednak manevrovateľnosť v premávke, čiže s takouto motorkou sa dá rýchlejšie a lepšie kľúčkovať medzi vozidlami, prípadne zvoliť nejakú inú trasu, nie štandardnú po ceste, ale neštandardnú trasu napríklad cez pešiu zónu alebo po chodníku. Samozrejme tak, aby to bolo všetko bezpečné voči tým účastníkom cestnej premávky, ako aj chodcom. Takto vybavený motocykel má bez kompletnej výbavy, čiže iba holá motorka 270 kg a takto v plnej výzbroji má okolo 320 až 350 kg. Motorka je vybavená, dá sa povedať, že takým istým vybavením ako štandardná sanitka. Jediné, čo so sebou nenesie, je transportná technika, čiže nedokáže toho pacienta odviesť do nemocnice.